A téli szünetben hirtelen két osztályt ugrott az Ibrányi futballcsapat. Igaz, a megyei első osztály listavezetője nem a nagypályán, hanem futszalban szerepel majd tavasszal az NB2-ben. A keleti csoportban újonc alukonstruktor Zsicskók vezetése ugyanis felkérte az Ibrányiakat, hogy a bajnokság második felében szerepeljenek a csapat színeiben. Azért történt ez az egész, mert itt a télen ugye az év végén a megye válogatottal elmentünk az országos tornára, és ott azt vettem észre a saját játékosaimon elsősorban, hogy az ellenfelek a döntő napon már gyorsabbak voltak, technikailag képzettebbek voltak, és ott eldöntöttem, hogy valamit mindenféleképpen kell lépni ennek érdekében. Utána jött ez a felkérés, és a kettő nagyon jól összepászol és egybeesik, hogy ezzel a futcával mindenképpen ezeket az erényeket el fogják sajátítani a játékosaink. Az Ibrányiak rutinos játékosa Balogh Gyula bízik abban, hogy a kispályás játék a nagypályán nyújtott teljesítményükre is hatással lesz. Abban mindenképp segít, hogy a játékosok gyorsabbak lesznek. Tehát sokkal gyorsabbak lesznek, gyorsabbak kell gondolkodni, mert a futcál elég gyors játék. És aztán ezt próbáljuk majd áttenni nagypályára. És hát ezáltal reméljük a csapat is gyorsabb lesz. Az Ibrányiak nem célnak, hanem eszköznek tekintik a futszát, a megyei első osztályú bajnokság abszolút előnyt élvez. Mindenképpen az a célunk, hogy megnyerjük a bajnokságot, erre meg is van szerintem a reális esélyünk. A felkészülésünk az igen, ezzel a futszállal mindenképpen bővült, meg az edzés mennyiség is bővült. 4-et szoktunk edzeni a felkészülés során, most 5-öt edzünk, plusz még ugye egy mérkőzés, tehát a 7 napból 6-szor együtt vagyunk. Ez szerintem egy megyei első osztályú csapatnál ez kimagasló. Az edzés látogatottságunk az körülbelül egy olyan 90%. Az Ibrány szombaton Hajdúszoboszlón játssza első edzőmeccsét, amelyet még hét követ nagypályán. Hétfő esténként pedig futszálmeccseken lép pályára a hazai találkozóit az újfehértói sportcsarnokban játszó együttes.